egyszerre több, közel 3 milliárd forintos fejlesztés zajlik Nyírbátorban. Az önkormányzat értékesíti a Szabadságtér Zrínyi utcai sávház alatti üzlethelyiségeket. Az ebből befolyó pénzt újabb városi fejlesztések önrészeként szeretnék felhasználni. Szombaton délután 14 órakor kezdődik a Városi Gyermeknap a 2-es iskola udvarán. Újraindul a pecsétgyűjtő akció az idén. Az első pecsétet már a gyermeknapon meg lehet szerezni. Köszöntöm Önöket! A Bátor Televízió híradóját látják. Híreink következnek. Közel 3 milliárd forint értékű fejlesztés folyik ma Nyírbátorban. Rekonstrukciót hajtanak végre a múzeumban, utat aszfaltoznak, járdát építenek, befejezik a várostörténeti sétányt, és egyszerre két fejlesztés is zajlik a lovardában, miközben egyre fényesebben világítanak a városi lámpák, majdnem felénél már korszerű izzók vannak a régi energiapazarlók helyén. Ma úgy döntöttünk, hogy körbejárjuk Nyírbátort, hogy hol és milyen fejlesztések, beruházások zajlanak, önkormányzati finanszírozásból vagy pályázati pénzből. A Bákonyi utcán vagyunk, itt egy út épül. Miért pont itt épül? Az itt lakóknak már régi vágya teljesül azzal, hogy aszfaltossá válik a Bákonyi kert utca. Ez régi adóssága az önkormányzatnak az itt élők felé. Ez az út bruttó 33 millió forintba fog kerülni az önkormányzatnak. Az engedélyes terv szerint kell megépítenünk, tovább nem is lehetett tervezni az utat, mert a rendelkezésre álló hely nem elegendő a szabvány szerinti út tervezéséhez és megépítéséhez. Közben átjöttünk a Pócsi útra, és hát ugye itt valószínűsíthetően az itt élőknek a legnagyobb örömére épül egy új járda. A Pócsi utcán több mint 500 méteres járdaszakasz újul meg, tehát itt felújításra kerül, de alapvetően ez egy új térkövezett járdát fog jelenteni, és szintén saját forrásból, tehát az önkormányzat a saját bevételeiből különítette el ennek a költségét. Miért pont a Pócsi úton épül ilyen hosszú járda? Tehát mi döntött el, hogy pont itt? Hát a városfejlesztési csoporttal, illetve az önkormányzat vezetésével végignéztük a városban a járdák állapotát és minőségét, és rangsorolásra kerültek azok az utcák, ahol a legrosszabb állapotban vannak a járdák. A Pócsi utcán kezdődött el a járdafelújítás. Egyébként egy kisebb szakasz már megépült a Hunyadi utcán, illetve a Homokkert utcán is. Ettől lényegesen kisebb szakaszokról van szó, és ezt követően folytatódni fog a városban, mert például tervezzük az Árpád utcán a Fáin járdáknak a felújítását és az építését az idei nyáron. Nem olyan nagyon régen beszéltünk arról, hogy a várostörténeti emléksétány folytatását is megépítik. A vállalkozó április 1-én kapott munkaterületet, és 6 hónapja van arra, hogy ezt a munkát elvégezze, és amilyen ütemben halad, bizakodunk, hogy határidőn belül be is fogja fejezni. A görögkatolikus templom melletti sétányszakaszon lesznek elhelyezve azok a bronzból készült figurák, amelyek illeszkednek tematikájukban a sétány eddigi szakaszához, már korábban megépült szakaszához, és ezeknek a forrását az önkormányzat saját forrásból biztosította. Magának a kivitelezésnek, ami pályázati forrásból valósul meg, az 260 millió forint, és emellé jön az a 150 millió forint, amit említettem, a szobroknak a költsége. Mögöttünk pedig a Báthori István Múzeumnak a rekonstrukciója zajlik. Ez egy legalább 2 milliárdos beruházás. Azért a városnak egy újabb égköve alakulhat itt ki, hogyha jól sejtem. A múzeum megújul mind külsőségeiben, tehát maga az épület is teljesen megújul energetikailag is, illetve a kiállítás is egy 21. századi elvárásoknak megfelelő köntösbe fogja várni a látogatókat 2024. áprilisától. Önmagában, ha egyenként nézzük a beruházásoknak az összértékét, akkor igen, ez a legnagyobb beruházás ma a városban. A lovardában vagyunk, ahol két projekt is zajlik. 8 boxszal bővül a fedeles lovarda maga. Ez pályázati úton, ehhez a forrás pályázati úton nyerte meg az Egyesület, azonban az árak emelkedése miatt nem volt elegendő a forrás a kivitelezése, és ezt az önkormányzat saját forrásukból kiegészítette. És akkor a másik oldalon a pályánál is épül, ott mi lesz az, fogadóház?
egy fogadóépület, amely a Zarándok úton, a Mária Pócsot Nyíbátorral összekötő erdei Zarándok úton ideérkező vagy innen induló turistáknak fog menedéket adni, illetve mosdóval, közösségi helyen lesz ellátva. Annak az épületnek a falait láthatjuk már. A projekt keretében ezen kívül, a fogadóépületen kívül egy lelátó fog épülni, ami a lovasnapoknak, illetve egyéb rendezvényeknek az esetén fogja segíteni a szervezőknek, illetve a nézőknek a megelégedésére, illetve egy kis állatsimogató is épülni fog, ahol a tervek szerint a Bátori család idejében honos állatokat, tehát a Bátori család által tartott állatokat fogjuk majd itt bemutatni ezen a helyszínen. Elkezdődött a városban a közvilágítás korszerűsítése is. Igen, a tavalyi év végén az energiaárak emelkedésével az a döntés született, hogy a működési költségünknek a csökkentése érdekében elindítjuk a közvilágítás korszerűsítését. Ennek az első üteme már meg is valósult, 142 millió forintért körülbelül 900 lámpatest cseréje megtörtént már a városban. Ez érzékelhető is, hiszen a sárga fény helyett fehér fényű ledes izzók vannak elhelyezve a lámpatesteken. A második fél évben a maradék kb. 1200 lámpatest cseréje is meg fog történni. Az önkormányzat döntést hozott arról, hogy értékesíti a Szabadságtér Zrínyi utcai sávház alatti üzlethelyiségeket. A város több száz millió forintos bevételt tervez a privatizációból, amit más városfejlesztési projektek önrészeként használnak majd fel. Az üzletek bérlői, akik közül sokan sok-sok milliót költöttek már a bérlet helyiségekre, gyakorlatilag mindannyian jelzik, hogy szeretnék megvásárolni a bérelt üzleteket. Megszületett az önkormányzati döntés, hogy ezen a soron az üzleteket eladják. A bérlők nagy része nyilván ennek örül. Nem tudom, hogy önök szeretnék megvenni ezt az üzletet? Természetesen szeretnénk megvenni, igen. Örülünk a döntésnek. Mióta bérlők önök ebben az üzletben? Hát ebben az üzletben már most több mint 10 éve vagyunk, sőt, 15. Nyilván kellett rá költeni, költöttek rá sokat? Igen, költöttünk természetesen, de költenénk még többet, hogyha saját üzlet lenne. Önök mióta bérelik ezt az üzletet? Mi 2005 óta. Édesanyám vette meg az üzletnek a főbérleti jogát, mi családi vállalkozásként kezdtünk 2005-ben. Ez egy ékszerbolt volt, mikor megvettük a főbérleti jogot, egy nyíregyházi tulajdonosé volt, önerőből újítottuk fel 2005-ben először, aztán 10 év múlva még egyszer, és most 4 éve egy teljes nagy felújítást végeztünk az üzleten. Tehát egy bérleményre költöttek, mennyit is költöttek? Hát ezt szerintem nem összesítem, mert azt mindenki gondolhatja, hogy mennyi egy ilyen, ez 74 négyzetméter ez az üzlet, és ennek a teljes villanyszerelése, kirakata, padlófűtés, tehát ami látszik itt az egész üzletben, gondolom magáért beszél. Tehát összvisz akkor ezen 20-30 millió a három felújítás, vagy még több is? Hát ezt most így nem tudom pontosan megmondani, de azért nem kevés pénzbe kerül egy felújítás, és ugye ez a vevők szempontjából is ugye nagyon fontos, hogy milyen üzletbe jönnek el, tehát milyen környezetben vagyunk, vagy mi magunknak is, aki ugye egész nap itt van és dolgozunk, meg ugye szerintem a városnak is, szerintem a színvonalát javítottuk ezzel. 2015-ben kezdtük a vállalkozást itt ezen a címen. Itt ebben a helyiségben, és hogy jutottak ehhez a bérleti joghoz? Ez korábban egy Vodafone üzlet volt, én annak a cégnek dolgoztam akkor, és a korábbi tulajdonossal így megmaradt a jó kapcsolat. Ő, amikor elveszítette a franchise jogot, akkor én jeleztem neki, hogy a továbbiakban szeretném bérelni tőle, és akkor egy más profillal vinném tovább ezen a címen a vállalkozást. Úgyhogy felújítási munkák azok voltak rajta, nyilván a bútor, meg a teljes árukészlet. És azzal a reményeltették ezt, hogy esetleg majd egyszer meg lehet vásárolni? Vagy egyetlen volt arról szó korábban, hogy talán valamikor majd eladják ezeket? Hát ezt korábban egy ilyen álomként dédelgettük talán. Szerintem mindenki tudja, aki bérelt valaha ingatlant, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak abból, hogyha valaki tulajdonos vagy bérlő az ingatlanba, amit éppen használ.
mi mindig szerettük volna megvásárolni, mi mindig jeleztük is, hogy erre nyitottak vagyunk, szóval mi üdvözöltük ezt a lehetőséget. Hogy... Van valami elképzelés arról, hogy milyen négyzetméter árakon lehet ezt majd megvásárolni, milyen feltételekkel? Vagy van-e maguknak valamiféle ötletük, javaslatuk? Igazából nem a mi szakmánk ez, úgyhogy nem nagyon tudjuk megbecsülni. Milyen feltételeknek örülnének, hogyha sikerülne megvenni? Meg mit gondol, egyáltalán lesz-e verseny, hogy önöknek is licitálni kell a saját üzletükre, vagy sem? Azért bízunk benne, hogy ilyenre nem kerül sor, hogy mondjuk bárki licitálna, hanem hogy mindenki a saját üzletét, amiben benne van, azt vásárolná meg. Ez lenne a legjobb döntés szerintem mindenkinek. Mit gondolnak, hogy milyen lesz maga az értékesítési folyamat, a privatizáció? Tehát versenyes lesz, vagy pedig a jelenlegi főbérlő kapja meg a megvásárlás jogát? Hát mi nagyon bízunk benne, hogy a jelenlegi főbérlő, mivel mi költöttünk rá, meg hát nyilván már itt közel 20 éve vagyunk az üzletben. Több évtizede felfelmerül a belvárosi, a Szabadság tér Zrínyi utcai üzletek lehetséges privatizációja, amiről a közelmúltban döntött a nyírbátori képviselőtestület. Eszerint 30 belvárosi üzletet eladnak, és az ebből befolyó pénzt újabb városi fejlesztések önrészeként szeretnék felhasználni. Az önkormányzat döntött arról, hogy értékesítenek üzleteket itt Nyírbátorban, ugye 30 üzletről van szó. Miért döntött erről az önkormányzat? Ennek több oka van, egyfelől már évek óta szinte rendszeresen visszatérő igény volt a bérlők részéről, mindig többen vagy kevésbé többen, de folyamatosan megkeresték a város, hogy szeretnék megvásárolni ezeket a bérleményeket, aminek alapvetően a fejlesztés, a jövőbeni fejlesztés, a biztos működés, a hosszú távú kiszámítható jövő volt a célja. De a város mindig úgy döntött, hogy ezeket egyelőre nem kívánja értékesíteni. Az elmúlt időszakban itt a Covid-járvány és a gazdasági nehézségek miatt ez újból felvetődött a bérlők részéről. Megvizsgáltuk ezt a kérdést, és most úgy döntött a testület, hogy értékesíti. Alapvetően a célunk az, hogy egy másik típusú fejlesztésbe szeretné a város ezt a forrást a jövőben befektetni. Gondolom, hogy még a pontos feltételek nincsenek meg, de mondjuk mi vonatkozhat majd a mostani az eredeti bérlőkre? Tehát ők versenyhelyzetben előnyösebben lesznek-e, mint mások? Nyilvánvalóan a pontos pályázati felhívás még most készül, mint ahogy az ingatlanok értékbecslése is. Alapvetően három dolgot mindenképpen el lehet ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a város ezt annyiért értékesíti, amennyi az ára. Tehát fel kell értékeltetni ezeket az ingatlanokat, és azon az áron kerül meghirdetésre az ingatlan. A másik természetesen ezzel az volt a célunk, hogy a helyi vállalkozásokat segítsük, azokat a vállalkozókat, akik van, aki több évtizede működteti, fejleszti, reklámozza az üzletét, és szeretné a családját hosszú távon ebből eltartani, ezt a gazdasági tevékenységet hosszú távon működtetni. Tehát mindenképpen úgy fogjuk kiírni a pályázatokat, hogy a bentlakók, a bérlők, a használók előnyt élvezzenek, és elsősorban nekik szeretnénk az üzletet értékesíteni. Harmadrészt pedig nyilvánvalóan az is cél volt, hogy ebből a városnak bevétele legyen, amit jövőbeni fejlesztésekre tudunk fordítani. Ön említette ezt a felértékelést, ugye hát ha az ember bemegy az üzletekbe sorba, akkor látja, hogy egyik ilyen állapotban van, másik olyan állapotban. Van olyan üzlet, amire 30 milliót is költöttek már az évek során. Tehát melyik állapotot veszik figyelembe, amikor felértékeltetik? Hát ugye itt, ahogy mondtam, több évtizedes átalakítások is szóba jöhetnek. Van olyan üzlet, amit már átalakítottak, és azóta már háromszor átalakítottak. Nyilván ezeket nagyon nehéz, miután sok esetben nincs is egyedi megállapodás a felújításra, átalakításra, tehát nem történt meg bizonyos beszámítás. Én azt mondtam az üzlet tulajdonosoknak is, hogy a célunk nem az, hogy amit ők ráköltöttek, azt eladjuk nekik. Nyilván ilyen szempontból nagyjából az üzletek egységes áron, közel egységes áron kerülnek majd értékesítésre. Nyilván méretből, elhelyezkedésből adódóan lehetnek különbségek, de azt, ha valaki több millió forintot ráköltött az üzletére, mi nem azt fogjuk neki értékesíteni, hanem magát a szerkezetet, az épületet, azt az infrastruktúrát, azt a kubatúrát, amit ugye ők évtizedek óta használnak. Mikor kerül sor a privatizációs folyamatra? Hát az értékbecslés folyamatban van, várhatólag ez a jövő héten, tehát május végére, június elejére elkészül, ezzel párhuzamosan a kollégák készítik a felhívást. Nagy valószínűséggel június elején, közepén ki fogjuk írni, és én azt gondolom, hogy nagyjából július végére zárulhat le a pályázati eljárás. Mekkora bevételt remélhető a város?
Hát pontos számot azért nehéz mondani, nyilván több százmillió forintos vagyonról beszélünk, azért nem akarok pontos számot mondani, nem tudok ma még, mert az értékbecslés fogja meghatározni, hogy milyen áron értékesítjük, de azt gondolom, hogy minden városlakó, aki ma építkezésbe vág, tudja, hogy az építőipari költségek nagyon magasak, és nyilván azt a pénzt, amennyiből egy ilyen kubatúrát, egy ilyen épületet, egy ilyen üzletet, egy ilyen jó helyen, hiszen ez a város leginkább vonzó kereskedelmi szempontból legkedvezőbb helye, nyilván nem lesz egy olcsó a négyzetméter ára ennek az ingatlannak, de én azt gondolom, hogy a vevők, mármint az üzlet tulajdonosok, akik tulajdonosok szeretnének lenni, ezt egyfajta befektetésként is kezelhetik. Minden üzletet értékesíteni fogunk. Nyilván, ha valaki úgy dönt, hogy ő ezt nem akarja a saját tulajdonába, hogy kerüljön, akkor valaki meg tudja venni az ingatlant. Természetesen neki van egy élő bérleti szerződése, csak az lesz a különbség, hogy a jövőben nem az önkormányzattól, hanem egy magántulajdonostól tudja bérelni. Egyébként az egésznek a fizetését, az ütemezését azért is dolgozunk ezen ilyen sokat. Úgy próbáljuk meg kitalálni, hogy akinek adott esetben nem áll rendelkezésre ennyi mondjuk szabadon mozgatható készpénze, annak legyen ideje arra, hogy mondjuk hitelt vegyen fel, vagy valamilyen más pénzügyi konstrukcióban találjon fedezetet, hiszen nem mindegy, hogy majd egy törlesztő részletet fizet a saját ingatlana után, vagy pedig egy vadidegennek fizet bérleti díjat. Tehát az elsődleges célunk az, hogy minden ingatlan használó megvegye a saját üzletét. Gőzerővel zajlanak a karbantartási munkálatok a nyírbátori strandfürdő területén. A fürdő összes medencéjének rendbetétele után június 17-től már a nagy közönség is látogathatja a strandfürdőt. Folyamatosan fejlesztjük a fürdőt, folyamatosan igyekszünk a vendégek igényeinek megfelelő és minél színvonalasabb szolgáltatást nyújtani a fürdőben. Úgyhogy nagyon örülnek a vendégek a visszaállított élményelemeknek, a megszépült medencéknek, a megszépült wellnessünknek. Jelenleg is az előző beruházások után most már a külső részre koncentrálva medence felújítások vannak folyamatban, termálmedence és az élménymedencének a nagy felújítása van folyamatban jelen pillanatban. A szauna programokat próbáljuk színesíteni, más fürdőkkel ellentétben nekünk ez mindössze a wellness használatnak a díjába kerül egy ilyen szauna szeánszon való részvétel, azaz a magán a programon való részvétel plusz költséget nem jelent a vendégek számára, úgyhogy költséghatékonyan egy nagyon jó és színes programon tudnak részt venni. Mikor nyit a strand? A strandnak a tervezett nyitása június 17-ére várható. Igyekeztünk egy olyan időpontot találni, amikor már valóban a diákokkal kiegészülve egy nagy számú közönséget célozhatunk meg. A kemping teltházzal működik-e? Így van, minden hétvégén szinte teltházzal vagyunk, úgyhogy én biztatnám azokat, akik a kempinget szeretnék használni, hogy minél előbb foglaljanak, minél előbb jelezzék a foglalási szándékaikat, mert egyre jobban telnek azok a rubrikák, amelyek a foglalt apartmanjainknak a számát jelzik. Nagyon sok ágy megújult, kicserélődött a régi kanapé, úgyhogy festésre kerültek az apartmanok, úgyhogy, és ezt észreveszik a vendégeink, örömmel tapasztalják azt, hogy igen, a kemping területén is a megújulás irányába indultunk el. Még egy vízes hírünk van. Nyírbátor legismertebb, legtöbb rekorddal rendelkező úszója, Antal Dávid korosztályos nemzetközi viadalon gyarapította érem kollekcióját. Nagyon meg vagyok elégedve az eredményeimmel, azért, mert erre a versenyre úgymond nem is készültünk, ez csak egy ilyen edzőversenynek készült az egész, és így is sikerült egyéni csúcsokat jönnöm. Voltál már korábban ilyen versenyen? Ilyen nagy szinten még nem, de a CCM-et még annak mondanám. Mi a tapasztalat, hogyha már itt a nemzetközi mezőnyt nézzük? Kitől lehetett tartani? Hát a kapitány, vezető kapitány Krajnáik György már abból mondta nekünk, hogy a lengyelek nagyon erősek lesznek, ők a CCM-en nem voltak bizonyos okok miatt, de ők voltak a úgymond nagyobb ellenfelek, akik miatt úgymond viszonylag rettegni kellett volna. Hát Dávid meghívást kapott a V4-ekre, amelynek az a lényege, hogy Lengyelország mellett, mint szervező ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország a meghívott serdülő válogatott.
És mivel Dávid a korosztályában több versenyszámból is vezeti a ranglistát, meg magyar bajnok, ezért így került ebbe a válogatott keretbe bele, és több versenyszámot is úszott. Hát a felkészülésünk ezen szakasza nem arról szól, hogy ilyen versenyeken csúcsformát hozzunk ki, úgyhogy Antal Dávid, meg szerintem az összes magyar úszó úgy ment ki, hogy munkából. Véleményem szerint kimagaslóan úsztak a gyerekek. De akkor mégis mire jó egy ilyen verseny, hogyha nem ez volt, hogy a csúcsformát várják el? Ez egy ilyen, úgymond egy ilyen előszele a nyáron rendezendő serdlő Európa-bajnokságnak, ha fogalmazhatok így, az EIOF-nak. Itt azért ez a négy ország legjobbjai most azért felmérték egymást, hogy mire számolhatnak az úgymond EB-n. És ettől függetlenül a Dávid tudott egyéni csúcsot is úszni, tehát a 100 és a 200 méteres hátúszás számokban egyéni csúcsokat úszott, és nagy örömömre beválogatták a váltóba is. A 4x200-as váltóba tudtuk, hogy szerepelni fog, mert a legjobb idő az övé, a második legjobb idő az övé volt korosztályában, a vegyes váltóba pedig megkapta a nyitó embernek a szerepét, tehát a 100 hátat ott úszta, és ott is egyéni számot, vagyis egyéni időt tudott úszni, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. Mit gondolsz, mi lehet a következő ilyen nagy megmérettetés, ilyen nemzetközi szintű? Hát a EIOF lenne az, ami Mariborban lenne, Szlovéniában, és oda már csak tényleg a legeslegjobbak vannak. Az úgymond egy ilyen fiatal, serdülőkornak egy ilyen olimpiai fesztivál. Az mikor lenne, mikor lesz? Az július közepe fele. És mikor lehet tudni, hogy egyáltalán oda kijutsz-e? Hát elméletileg azt tervezték, hogy a serdülő óvén az lesz majd egy ilyen felmérő szint. Szombaton délután 14 órakor kezdődik a Városi Gyermeknapi Program a 2-es iskola udvarán. A szokásos attrakciók mellett idén is lesz koncert, a színpadon az Alma Együttes. A szerencsések találkozhatnak Harry Potterrel és Marvellel is. Idén már a gyermeknappal indul a pecsétgyűjtő akció, amelyen értékes nyereményeket lehet nyerni. 27-én szombaton délután 2 órától várjuk a vendégeket az Édesanyák úti volt 2-es iskola udvarán, ahol színpadi produkciók és kísérő programok színesítik a délutáni rendezvényünket. Ami még nem volt Nyírbátorban, érkeznek különböző szuperhősök, a gyerekek kedvencei, Harry Potter és Marvel szuperhősei, akikkel majd fotózkodni is lehet, illetve kísérőprogramként lesz mászófal, kalandpark, a megszokott játékaink mellett még kísérőprogramként, illetve a Nyugdíjas Értelmiségi Egyesület tagjai várják a gyerekeket kreatív foglalkozásra, illetve ők fognak számukra kínálni zsíros kenyeret és limonádét. Ezen kívül ugye már hagyományos a tűzmanók, mutatkoznak be az ovisok, illetve a mazsorett csoport táncával fogjuk nyitni a rendezvényünket. Illetve a programot az Alma Együttes koncertjével fogjuk zárni, ami 5 órakor kezdődik. Ezen a városi programon már lehetőség lesz egy pecsétgyűjtő akcióban részt venni. Ennek melyek a feltételei? A pecsétgyűjtő füzet átvételének az első és legfontosabb feltétele a városkártyával való rendelkezés, és az érvényességét fogjuk ellenőrizni a pecsétgyűjtő füzet átvétele előtt. A pecsétgyűjtő füzetben is, és a hirdetésünkben is megtalálhatóak azok a rendezvények, amiken a pecsétet lehet majd gyűjteni, illetve pecsételtetni lehet a füzetbe. Ezek zenei rendezvények, koncertek, komoly zenei rendezvények, könnyű zenei rendezvények, illetve sportrendezvények vannak benne. Szüreti felvonulással fog záródni a rendezvénysorozat. 10 pecsétet kell gyűjteni. Azt hiszem, hogy 18 rendezvény van felsorolva, és egy rendezvényen természetesen csak egy pecsét kérhető. Mi a fődíj? A fődíjunk egy LED TV lesz. Vezeték nélküli porszívó lesz 2 darab kisorsolva második díjként, illetve harmadik díjként pedig egy bluetoothos fejhallgató, 2 darab abból is. Kedves nézőink! Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra!
A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.